Mindok leszünk, ha örködni kell, és megküzdünk együtt már akárkivel. Ó, igen, erről szó, come on, let it go. Ha egységben az erő az jó. Mindok leszünk. Amit most láthatnak, egy részlet a Babics Kulturális Központ tavalyi kínálatának egyik kiemelkedő produkciójából, a Vadakurából. Számos ehhez hasonló programmal készültek a ház dolgozói, és noha sok esetben a pandémia felülírta az elképzeléseket, azért mégiscsak volt születi rendezvény, vagy éppen adventi programsorozat, melyek hozzátartoznak szexárd kulturális életéhez. Mindezzel elégedettek is lehetnénk, mondta Berlinger Attila, értékelve az elvégzett munkát. Olyan programokat kellett egészen márciusig, áprilisig kitalálnunk, amely azért fenntartja a figyelmet, megfelelő színvonalú karanténkoncertek és olyan felvett előadások jellemezték ezt az időszakot, ami azért ugye nem volt egy szerencsés helyzet. Ettől függetlenül abban a reményben terveztük meg a 21-es évet, amely mégiscsak azért vissza tud adni az embereknek szabadtéri programokat, fesztiválokat, olyan színházi előadásokat, amelyeket aztán szerencsénkre május végétől júniustól meg is tudtunk valósítani. Tehát egy nagyon bizonytalan és viszonylag szomorú időszak után azt gondolom, hogy azért csak-csak a 21-es év mégis egy sikertörténet, hiszen egy őszi fesztivál, egy mártonnapi vigadalom, egy nagyon szép és tartalmas adventi időszak áll most már mögöttünk, amiben sok mindent vissza tudtunk adni a másfél éves bezártság után. Az a helyzet, hogy amit átértünk, ad egyfajta stabilitást a szakmai stábnak, hiszen folyamatosan olyan közegben kellett dolgoznunk, amikor bármi megváltozhatott a tervekhez képest, és ezt nagyon jól megtanultuk. Így hát attól, hogy most ismét a járványhelyzet határozza meg a mindennapjainkat, már nem esünk kétségbe, ha át kell szabnunk az elképzeléseket, mondja Berlinger Attila. Most már köszönhetően ugye azért a nagymértékű átoltottságnak nem kell zárt ajtókkal fogadjuk a vendégeket, és színházi bélet sorozattól kezdve a moziműsorok, a rendezvények azért több-kevesebb sikerrel, hol nagyobb, hol azért kisebb nézőszámmal, de zajlanak. Éppen ezért úgy döntöttünk a kollégáimmal, hogy ezt az évet már annak a reményében fogjuk megtervezni, mint ahogy a 19-es év vagy a korábbi évek voltak, tehát egy teljes programsorozatot szeretnénk kínálni a városnak. Mi eltökéltek vagyunk abba, hogy legyen pünkösdivar és halünnep, legyen mesefesztivál, legyen újra a régi fényét idéző szexárdi születi napok, és ehhez méltó programokat is társítunk. Aztán, ha az élet úgy hozza, hogy ezekből megint valamit nem tudunk megvalósítani, hát volt erre most már elég példa az elmúlt években, úgyhogy nem esünk annyira kétségbe, mint két éve, meg három éve, hanem megpróbáljuk olyan módon újra tervezni akkor, illetve olyan módon elhalasztani azokat az eseményeket, amelyekre hát most már van tapasztalatunk. Emellett két jelentős cél tűzött ki az idei esztendőre a ház vezetése. Egyre több olyan forrás nyílik meg, amely ugye energia korszerűsítéssel, megújuló energiák beépítésével segíti az ilyen jellegű intézményeknek a működését, úgyhogy nekiálltunk egy napelemes pályázat kidolgozásának. Erre minden bizonnyal fogunk is találni forrást, amivel ugye az áramköltséget jelentősen le tudjuk csökkenteni, és ugye hát megújuló modern energiaként akár még vissza is tudunk termelni valamennyit. Ez sok százezer forintos megtakarítást jelentene. A másik olyan történet, ami pedig én azt gondolom a szexárdiak, minden szexárdinak elmondható, hogy valamilyen módon vágya, hogy a fiataloknak adjunk minél több szórakozási lehetőséget, kulturált és megfelelő helyen. Adja magát hosszú évek óta a piactéren lévő placi épülete, amely hát részben a Covid miatt is, részben egy pályázati fenntartás miatt nem tudta még elnyerni a valódi funkcióját, úgy gondolom. Van még bőven lehetőség. Szeretnénk idén egy tartalmas programsorozatot elindítani, különböző korosztályoknak bálokat, élőzenés koncerteket, nőnapi bulit, egyes eseményekre, akár egy Valentin napi fiataloknak szóló nagyon jó kis egész napos programot bulival, és azt a talán középiskolás korosztály, de általános iskola felső tagozatát is már ideértve, azt a fajta biztonságos délutáni tartalmas szabadidő eltöltését lehetővé tevő helyet kialakítani, ahova a szülők is nyugodtan el tudják engedni a gyerekeiket, ahol esetleg egy délutáni foglalkozásra várva, egy buszközlekedésre várva, amivel haza tudnak menni a vidéki gyerekek olyan helyre,
bejöhessenek, ahol egy biliárdasztal, társasjátékok, akár a délutáni, várják őket, akár a délutáni leckét meg tudják írni, vagy csak internet szolgáltatás lehetőségével, ugye telefonjukon, okos eszközeiken tudnak végezni olyan tevékenységet, ami már a mai generációnak teljesen egyértelmű. Alakuljon ki egy olyan hely a városban, amely tényleg akkor ilyen szempontból a fiataloké, könnyen megközelítő hely legyen, és adjunk ennek pluszba a hétvégén, az estéken olyan funkciót is, amivel meg lehet tölteni az életet. És akkor úgy gondolom, hogy a kulturális központ, ugye a főépületünk, a művészetek háza, ami elsősorban a magas művészeteké, komoly zenei koncerteké, olyan fellépéseké, a harmadik láb, ami a házhoz tartozik, a plac pedig a fiatalokkal tudja egy kerek egészé varázsolni a kulturális közösségi életet Szekszárdon. Az már bizonyossá vált, hogy az elmúlt esztendőben elmaradt nagy produkciók, mint a Csík Presser koncert vagy a Vadakoda második előadása, a tél végén, tavasz elején a közönség elé kerül. Ada is lassan pont kerül, hogy a közönség láthatja majd idén a Robin Hood Musical. Az pedig valamikor a tavasz beköszöntével lesz nyilvános, milyen fellépőkre számíthat a Szüreti Fesztivált váró közönség.